Azonosító SCP-3021 Besorolási osztály Biztonságos. Speciális tárolási körülmények. Az előíratok és felszerelések az SCP-3021 végrehajtásához csak 4 per 3021-es szintű hozzáféréssel rendelkező személyzet számára érhetők el, akik előre ütemezett kísérleteket hajtanak végre, vagy akik részesei a felfedezési projektnek. Leírás. SCP-3021 egy által kifejlesztett kezelési eljárás, amely gyógyszerek alkalmazása mellett kontrolláló mémekre történő betanításból áll. SCP 3021-et naponta egy órán keresztül kell folytatni 8 napon át, ezt követően a hatás állandósul. SCP 3021 hatására az alany emberiséggel kapcsolatos elképzelései alakíthatóvá válnak, így bármit, amit a 3021 kötőjel alfa jelöléssel látnak el, azt az alany emberként él meg, azonosít vagy kezel, amit SCP 3021 kötőjel béta jelöléssel látnak el, azt pedig nem tekinti embernek vagy érzőlénynek. Bármelyik jelölő egy ingerhez kapcsolva hatást gyakorol a kezelt alanyokra, befolyásolva azok emberiségről kialakított képüket, azt eredményezve, hogy szükség szerint elfogadják vagy kirekesszék a számukra bemutatott ingert. A 3021 kötőjel alfajelzésnek kitett alanyok eltúzott empátiával reagálnak a bemutatott ingerre, amíg a 3021 kötőjel béta jelölés hatására szokatlanul alacsony empátiás válaszreakció tapasztalható a megfelelő kontroll ingerekhez viszonyítva. Az SCP-3021 hatását nem befolyásolják az amnestikus szerekkel történő hagyományos kezelések. Kivonat a 3021 kötőjel számú vizsgálati edzőkönyvből. Előszó. D. 48719-et SCP-3021 kezelésnek vetették alá a kísérletsorozatot megelőzően. D. 48719 korábban egy gondnok volt, aki a vizsgálatok alapján nem mutatott erőszakra való hajlamot. Kísérleti leírás D. 48719 számára 50 dollárt ajánlottak fel, hogy egy kalapáccsal tönkre tegyen egy turmix gépet. Eredmény D-48719 hezitálás nélkül szétszúzta a turmixgépet. Megjegyzés. D-48719-et a tesztet követően amnesztizálták. Kísérleti leírás. 3021 kötőjel alfa jelzést festettek az előző kísérletben lévővel megegyező turmixgépre. 1000 dollárt ajánlottak D-48719 számára, hogy egy kalapáccsal szétszúzza a turmixgépet. Eredmény. D48719 megtagadta a turmixgép tönkretételét. Kísérleti leírás. D48719-et arra kérték, hogy írja le az emberiségről alkotott nézőpontját. Eredmény. D4819 úgy írta le az emberiséget, hogy minden ember, azt hiszem technikailag minden homo sapiens és minden turmixgép. Kísérleti leírás d 48719 arra kérték, hogy foglalja össze az emberek jogait, ahogy egy turmixgéppel bánni kell. Eredmény. D48719 azt javasolta, hogy a turmixgépeket alapvetően fogyasztásra szánt élelmiszerek elő, előállítására kell használni, majd közvetlenül utána el kell mosni. Határozottan kijelentette, hogy a turmixgépeket megszerelni kell a leselejtezésük helyett, és nem szabad nem turmixolásra való dolgokat beletenni, tehát nem élelmiszer jellegű dolgokat. Kísérleti leírás. D48719 számára megmutatták a felvételt, amelyben tönkretette a turmix képet. Eredmény. D48719-et szorongás fogta el, borzalmas embernek és szörnyetegnek titulálta magát. Előszó. D 53.220-at SCP 3021 kezelésnek vetették alá a kísérleteket megelőzően. D 53.220 korábban hentes volt, aki a vizsgálatok alapján nem mutatott erőszakra való hajlamot. Vizsgálati leírás. D53.220 számára egy képet mutattak D 62.277-ről, melynek bal felső sarkába egy 3021 kötőjel béta jelölést helyeztek el, majd megkérték az alanyt, hogy írja le az emberiségről alkotott elképzelését. Eredmény. D53220 a következőképpen írta le az emberiséget. Emberek, kivéve a kopasz fehérbőrű férfiak. Pontos, hogy D62277 egy fehérbőrű kopasz férfi. Vizsgálati leírás. D-53200 számára egy fényképet mutattak Will Smithről, melynek bal felső sarkába 3021 kötőjel béta jelölés volt, majd arra kérték, írja le az emberiségről alkotott elképzelését. Eredmény d 53.220 úgy definiálta az emberiséget, emberek, kivéve a színészek és a fehérbőrű kopasz férfiak. Vizsgálati leírás D-53200 220 számára 100 darab emberekről készült fényképet mutattak, mindegyiknek a bal felső sarkába a 3021 kötőjel béta jelölést helyezték el. A képek között semmi jelentős hasonlóság nem volt, kivéve, hogy mindegyik személy mosolygott. Eredmény. D. 53220 úgy definiált az emberiséget, hogy emberek, akik nem mosolyognak, nem színészek és nem fehérbőrű kopasz férfiak. Vizsgálati leírás. D53220-at utasították, hogy mosolyogjon, különben elektromosan sokkolják. Eredmény? D53220 megtagadta az utasítást, és azt mondta, Tégy velem, amit akarsz, akkor sem veheted el tőlem. Vizsgálati leírás Egy töltött pisztolyt adtak D53220-nak, majd egy szobába vezették, ahol D75100-at tartották fogva. 100 dollárt ajánlottak D53220 számára, hogy ölje meg D 75100-at. Ha nem akarja, akkor kezdjen társalogni vele. Eredmény? D 53220 elutasította, hogy lelője D 75100-at. Helyette beszélgetni kezdett vele. Négy perccel és 18 másodperccel később D 75100 elmosolyodott. D. 53220 azonnal ráfogta a fegyvert és lelőtte őt. A felfedezés projekt az alapítvány programja, melynek során SCP-3021 stratégiai alkalmazásait igyekeznek kidolgozni. A kapcsolódó dokumentumhoz azonnali hozzáférés igényelhető. 2016. április 3-ai feljegyzés A felfedezési projekt vezetősége Április 10-ai hatállyal leváltom dr. Christopher wagner mint a felfedezési projekt vezetőjét. Dr. Wagner által javasolt felhasználási lehetőségek SCP 3021-et illetően számos vizsgálati eredményen alapulnak, amelyeket kísérleti munkacsoportjával hajtott végre az alapítvány több létesítményében. Egy független vizsgálóbizottság jelentős módszertani hibákat tárt fel az összes tanulmányjal kapcsolatban. A későbbi vizsgálatok során nem sikerült reprodukálni Dr. Wagner eredményeit, továbbá számos kutató, akik részt vettek az alapítvány személyzetének megfigyelésében, azt állították, hogy az eredmények irreálisak. Az eredmények arra utalnak, hogy dr. Wagner által vázolt eredmények jócskán eltúlzottak. A kutatók 87%-a a hagyományos pszichológiai manipulációs módszere is elégségesnek bizonyultak a D-osztályú személyek és az SCP-vel kezelt alanyok esetében a kívánt magatartás előidézéséhez. A fennmaradó személyzet 8%-a, a kutatók 1%-a valószínűleg hajlamos elfogultan végezni a munkáját, kívánt eredmények produkálása érdekében. Természetesen ez indokolja a felfedezési projekt célkitűzéseinek módosítását. Az SCP-3021 kötőjel alfa és béta jelölések vitathatatlanul teljes mértékben hatástalanok. Míg a teljes cselekvési terv függőben van, valószínű, hogy az SCP-3021-et csak speciális pszichológiai szűréssel azonosított, veszélyeztetett személyzetre fogják alkalmazni. Dr. Wagner lesz a felelős azért, hogy az utolsó hetében a legtöbb felfedezési projekt alatt futó tevékenységet leállítsa. Addigra elkészül a projekt eszközeinek átfogó felhasználási terve. Kérjük, hogy amennyiben bármilyen kérdése van, forduljon dr. Wagnerhez. Tisztelettel dr. Karen Fischer.